Sziasztok! A viharfóbiámról fogok gondolatokat közölni. Hozzá kell tenni itt az első pillanatokban, az első momentumokban, ez egy abszolút jogos fóbia. Ez egy abszolút megalapozott félelem, hogyha valaki fél a vihartól. Nálam ez kicsit kóros, de abszolút jogos, hogy az ember ettől tart. És azt gondolom, hogy akár a nevelésünk kapcsán, akár a tanításaink kapcsán túl kevés információt kapunk erről a veszélyes dologról, és sokkal, de sokkal körültekintőbbnek, óvatosabbnak kell lennünk. Ennél. Az a helyzet, hogy nem az a tapasztalat, hogy a szüleink se, a neveltetés során, illetőleg az iskola sem készít fel erre a veszélyre elég pontosan. Rengeteg szakirodalmat kellett olvasnom ezzel kapcsolatban, hogy én is megértsem, hogy miről van szó, és vihar esetén mi a legjobb megoldás, mit tehetek. Ugye itt a villámmal van csak probléma. Azért ez a meteorológia is néha eléggé felületes tud lenni ezzel kapcsolatban, és nem riaszt meg eléggé, hogy vigyázz magadra. Mert annyit mond csak neked, hogy várható eső. Igen ám, de ha nyár van, akkor biztos, hogy csak eső várható, és nem lesznek villámlások? Ha csak annyit mond, felmegy mindig az agyvíz, vagy a pumpa bennem, ha csak annyit mond a meteorológus, hogy csapadék várható. Ez nekem kevés. Lesz a villámtevékenység, viharformában érkezik a csapadék, vagy pedig nem, vagy pedig záporformában. Lényeg a lényeg, sok mindenki felületes, a média, sok esetben tisztelet a kivételnek, sok mindenki felületes, a média, a neveltetés kapcsán azt gondolom a szülők is felületesen állnak ehhez a kérdéshez, továbbá az oktatási intézmények is szerintem túl felületesen állnak ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy nálam ez egy kicsit kóros azért, de inkább az ember óvatos legyen, mint durva. Ugyanis a benned élő félelem lehet óvó védelem, de lehet a nagy kudarcot tápláló élelem. Csak úgy valhatsz kudarcot, ha nem is próbálsz tenni, csak az nem fél semmitől, akinek nincs mit veszteni. Nem baj, ha néha félsz, vagy mástól is segítséget remélsz, de tönkre mész, ha mindig félve élsz. Annyi mindent veszthetsz még el, ha bent lakó félelmekkel nem tudsz mit kezdeni, hát kezd el őket leküzdeni. Annyi mindent veszthetsz még el, ha bent lakó félelmekkel nem tudsz mit kezdeni, hát kezd el őket leküzdeni. Tehát a következő a helyzet. Ugye én nekem ez a fóbiám az... Nem, először oktatok. Tehát én az... Utána olvastam szakirodalmak, szeretném felhívni a figyelmet, hogy mire figyeljünk, hogyha vihar van és villámlik. Abban az esetben azt gondolom, ezt a neveltetés, oktatás, meg mit tudom én, mi kapcsán a neveltetés, oktatás, meg a média azt azért nagyjából elmondja, hogy ugye fa alá ne álljunk, ez idáig rendben van, de ezzel nagyjából mindenki el is intézi. Ha van nálad esernyő, akkor az tök jó, meg az elég lesz, de fa alá ne állj, mert az veszélyes. Ebben igazuk van, de nem szabadna itt megállni az oktatásnak. Ez ennél veszélyesebb dolog, azt gondolom. Induljunk ki abból, hogy maga a villám. Az egy olyan dolog, hogy magas feszültség, de magasabb feszültség, mint a 220 volt, ami ki van írva mondjuk villanyoszlopokra, hogy vigyázz, nagy feszültség. Ki van írva a villanyoszlopokra. És attól ugye félünk, és nem mászunk fel a tetejére. Igen ám. De akkor miért nem félünk a vihartól, a villámtól, ami sokkal több, mint 220 volt, sokkal magasabb feszültség, és sokkal gyorsabban mozog. Ritka ugyan, ritka az a jelenség, hogy egy emberbe belecsap a villám, de jelen van. Mondjak egy rémisztő statisztikát, Magyarországon évente
20-40 emberbe csap bele villám. Ez durva, ez sok, ez azért több a soknál, azt gondolom. Ez elég sok. Én, szóval, mire ügyeljünk VR esetén? Ez a falállás, ez rendben. Hát, hogyha szabadon kap el minket a vihar, akkor egyrészt reménykedjünk, és Istenbe higgyünk, mondjuk, de az fontos, hogy menjünk egy olyan helyre, ami zárt, ami fedett. Mondjuk egy ilyen hely, ahol most én vagyok, mert ott vagyunk a legnagyobb biztonságban, de teljes biztonságban sajnos sehol sem vagyunk. Tehát ilyen kemény a mi életünk, hogy teljes biztonságban sehol se vagyunk, de a négy fal között vagyunk a legnagyobb biztonságban. Ott már én is egészen jól viselem ma már ezt az egészet, de azért voltak ennek kórosabb változata is, majd mindjárt elmesélem ezután, tehát hogy hogyan alakult ki a fóbiám, csak először elmondom, hogy mire ügyeljünk, azt gondolom. Tehát a négy fal között vagyunk a legnagyobb biztos, de a négy fal között se csináljunk akármit, mert itt jön az, amit nem szoktak elmondani. Tudtátok azt, hogy vihar esetén, ha vihar van, nem szabad sem a csapot kinyitogatni vízért, sem pedig zuhanyozni, nagyon fontos. Nagyon vigyázzatok egymásra és az életetekre, vigyázzatok magatokra, mert abban az esetben, hogyha a villám az belecsap a vízvezetékbe, életveszélyes lehet egy ártatlan zuhanyzás, vagy akár egy kézmosás is. Tehát én azt javaslom, hogyha az ember szerelmes és vihar van, akkor bújjon oda a barátnőjéhez. Ugye, ha férfi, hogyha lány, akkor meg bújjon oda a barátjához, mindegy. Tehát a két szerelmes pár, illetve kinek mi, ugye? Most ezt nem sorolom végig. Hogy most heteroszexualitás, homoszexualitás, leszbikusság. Jó, hát most ez most így nem megyek végig. Mindenkire értem, aki szerelmes. Én ugye a barátnőmet bújtatnám magamhoz ebben az esetben. És egy kis romantika. Az is sokat segíthet, de a négy fal között, és ilyenek, hogy zuhanyzás, meg kézmosás, meg ilyenek, ezekkel vigyázzunk. Ha belecsap a vízvezetékbe, ez életveszélyes lehet. Ezt most olvastam. Na azt azért még oktatják, ott még nem intézik el, hogy ki kell húzni az elektromos berendezéseket, de lehetőleg mindent, és még a konnektorból is. Tehát én például a számítógépet, tudod, mit csak vihar esetén? Nem csak kikapcsolom, kevés. Sok esetben szerintem csak ennyit mondom, kapcsolt ki, azt le van tudva, nem. Húzd ki a konnektorból, a fő konnektort húzd ki, és az internet kábelt is húzd ki. Mert azon is áttörhet a villámcsapás, és lehet gond. Volt is ilyen gond, ott kezdődött egy kis viharfóbiám már. Tavaly itt a közelben lecsapott egy villám, és annyit csinált csak, hogy az áramot kicseszte, és egy tévé, a tévém ment tönkre, de volt biztosítás, megcsinálták, nem arról szó, de a tévém tönkre ment. A számítógépem szerencsére túlélte, de ez volt az a pont, hogy na jó van. Egy jó nagy villámcsapás hirtelen érkezett, és ez volt az a pillanat, hogy na jól van, akkor innentől kezdve most már figyelem, és azóta nagyon-nagyon-nagyon figyelem az időjárást, meg a felhőket, meg a mozgást, ezért is nem szeretem most már igazán a nyarat. Mert ugye ez nyáron gyakori jelenség. Télen te hallottál például olyat, hogy ezért, hogy villámlás? Ha hóvihar is van, az nem jár villámtevékenységgel, de a hóvihar is ritka. A villámtevékenység, az igazi villámtevékenységeknek az igazi villámtevékenységeknek a nyár a szimbóluma. Ugye akkor van ez a nagy sok vihar. Igen, mert hogyha belegondolsz, nyáron van az, hogy ilyen, vagy a vihar abból kezdődik, hogy a hideg és a meleg levegő összekeveredik, de télen ilyen jelenség azért ott is keveredhet a levegő, de ott nincsenek ilyen nagy hőingások, mert például, hogyha most 30 fok van jelenleg, ha jönne egy vihar, az 20 fokra leüteni, ez egy nagy hőingás. Télen ilyen nincs. Télen viszonylag állandó a hőmérséklet, tehát ilyen rövidebb időkön belül. Na mindegy, nem tudom pontosan megyen, tehát télen én még nem is láttam vihart. Olyat, mint nyáron, szóval igen. Ősszel is atipikus, mert ősz inkább az esőknek az évszaka. A tavasszal még előfordul, de ritkábban.
a nyár az igazi probléma forrás ebben a szempontból. Tehát a négy fal között, tehát kihúzni mindent, de nagyon szépen mindent kihúzni, és lehetőleg villany se égjen, én azt mondom. Én azt is lekapcsolom. És ülök a néma csendben. De egyébként az biztonságos, hogy mobilt használni, azt lehet nyomogatni, az egyébként biztonságos. Ja, és vezetékes telefont sem szabad használni. Nem, nem. Mindent szépen így. Internet modemet is tessék kinyomni, mert azt ugyan ingyenesen kicserélik, de jobb a békesség. Tehát ingyenesen kicserélik, én például inveteles vagyok, de szerintem másra is úgy megy, hogyha viharkár van, azt ingyenesen kicserélik. Tavaly volt ilyen, ja igen, ez ment még tönkre a tévén kívül a modem, de azt is kicserélték. De jobb a békesség, húzzunk ki mindent, aztán ezzel is védekezzünk, azt gondolom, a villámok, a villámcsapások ellen. Na most ez a benti életet így elmondtam, hogy mire vigyázzunk. Hát, ugye a szívásabb, hogyha a kint vagyunk a szabad téren. Ebben az esetben mondom, valami négy fal közé, a legközelebbi négy fal közé be kell esni, de ilyen, hogy túrázás, meg olyan helyekre, de erdős területekre ne menjünk lehetőleg, illetve nézzünk időjárást, de annak se higgyünk, hanem reggel nézzük meg, vagy amikor megyünk, készülünk, hogy minden oké lesz-e. Minden oké lesz-e az időjárással, és csak akkor vágjunk neki, azt gondolom. Na most, igen. Tehát azt hozzá szeretném tenni, hogy aki szabad téren van, az azt hiszi sok ember, hogy azzal el van intézve ez a dolog, hogy nem áll fa alá, ez azért nem ilyen egyszerű. Mert nincsenek törvényszerűségek is, a villám egy ösztönlény. A villámot nem érdekli semmi, nincs lelke. A villám az egy ösztönlény. És fontos az, hogy hiába nem áll az ember fa alá, bár valóban az egy vonzódás, mert ugye a magasabb pontokba csap bele a villám. De nem törvényszerű. Meg, hogyha az ember mondjuk tele van fémmel, mondjuk fémszívű, mert rocker, mint én. Vagy fém, de inkább az, hogy fém karórája van. Vagy fém biciklivel közlekedik. A fém az vonza a villámokat, erre is vigyázzunk, erre is figyeljünk, azt gondolom. És ezt is azért nem csak a fa alá állás problematikája merül itt fel. Na most, ez, ugye. Ugyanakkor az tévhit elméletileg azt mondják, hogy az esernyő miatt, hogy az fém abba belecsaphat. Igen, általában a magasabb pontokba csap bele, de nem törvényszerű, és vigyázzunk, mert van egy olyan dolog, hogy közvetett villámcsapás. Tehát lehet, hogy nem belénk csap a villám, de valami vonzódás megtörténik a környékünkön. Oké, hogy nem állunk fa alá, de a közelünkben van egy fa, oda belecsap, és a közvetett villámcsapás a villámnál, az egy hatalmas energia, hatalmas feszültség, az érint minket is. Közvetetten. És sajnálatos módon erről is olvastam, hogy itt olyan problémák lehetnek, hogy az ember megvakulhat, megbénulhat, különféle ilyen tartós károsodása lehet. Akár lelkileg is, mentálisan is, mint nálam, ugye, hogy ilyen viharfóbia alakul ki. Igen, én ilyen közvetett hatást szemettem, de még jó, csak lelkileg, mert látok, hallok, még ez a szerencse. De szóval ez komolyabb dolog annál, mint amennyire komolyan vesszük, szerintem. Ezeket rögzíteném. Most is bekapcsoltam a híradót véletlenül egy nyár folyamán, és mit hallok? Ki is kapcsoltam rögtön, mit hallok? Hogy Gyenes-Diási strandon, Balatonnál van, az északi parton, észak-nyugat, Közel-Keszthelyhez, Vonyarcvashegy mellett. Vonyarcvashegyen már többször voltam nyaralni, Gyenes-Diáson még nem, de lényeg a lényeg, nem többször, egyszer voltam, bocsánat, nyaralni, nem ma volt, mindegy, de Gyenes-Diáson egy fába belecsapott a villám, bizony. És tehát hallotta ezt a iradóba, és kórházba került több ember is, aki ott a környéken tartózkodott. Szóval ez csak egy azért volt példa, hogy idén is történtek ilyen események. Idén is történtek ilyen események, és ez sok ez a statisztikailag, ez, hogy 20-40 ember. Hát jó, nagyjából mindent elmondtam, de szabadban négy fal között vagyunk a legnagyobb biztonságban. Ja igen, hát a négy fal között se úgy vagyunk biztonságban, hogy bizony. Szerintem azt se gondoljátok sokan, vagy azt se gondolja sok ember, hogy bizony belecsaphat házakba is. Atipikus ugyan, ritka ugyan, de belecsaphat házba is villám. Ebben az esetben azonnal ugye a tűzoltók hívása válik relevánssá.
és szükségszerűvé, és de bárhogy, ha látjuk, és nem csak, hogyha mi kárunkra tettük, ha látjuk a távban is, hogy ott valami begyulladt, mert világcsapás érte, akkor azonnal a mentők, a tűzoltókat kell hívni. Ugye 105, ha minden igaz, bár nem tudom, mert ebben most már 112-t kell mindig hívni, és az ilyen központ, és az irányítja ugye az adott problémához megfelelően irányítja az adott egységet, akinek hatásköre ez. Ugye ez a teszetben ez nem egy nagy dolog, mert a tűzoltóságé lesz. Mert bizony előfordulhat ez. Hány rémálmom volt ezzel kapcsolatban? És meg ugye ezen a nyáron nagyon sok rémálmom volt sajnos a villámokkal kapcsolatban. Legutóbb is azt álmodtam, hogy belém csapott a villám. Tényleg, úristen, ma éjjel is azt álmodtam. Túl sokat álmodok erről, hogy belém csap a villám. Ez így nem lesz jó. Ma éjjel is azt álmodtam, hogy olyan nagy vihar volt, hogy hagytam veszni az értékeimet, csak a kamerámat, ezt a kamerámat, hogy vlogoljak, meg a pénzemet mentettem ki. És amúgy így egy szál magamba, így pólóba, meg nadrágba menekültem a vihar elől, és minden mást ott hagytam. Még jó, hogy felébredtem. Akkor álmodtam olyat is, hogy olyan nagy vihar kerekedett itt a környékünkön, hogy olyan hatása volt, mint egy szilveszteri tűzi játéknak ráadásul. Az is elég ijesztő volt. Túl sokat álmodok ilyeneket, mondom, ez kicsit kóros nálam szerintem. Valamilyen posztraumás stressz-szindróma szerűség alakulhatott ki, mert akkor itt térnék arra rá, hogy hogyan alakult ki ez a fóbiám. Ez úgy alakult ki, hogy én közlekedtem a hajnalban, mentem egyetemre, és volt ilyen nagy vihar, száraz zivatar, tehát eső nem esett addig, amíg ki nem értem az állomásra, de már ilyen előhatásnak ilyen száraz zivatar, tehát az azt jelenti, hogy elég nagy, jó nagy villámlások és dörgések közepette kellett megtennem a körülbelül biciklivel 10 perces távot az állomásig. Nem volt jó. Félelmetes volt, itt alakulhatott ki szerintem ez a fóbiám közösen, és illetve az egy évvel korábbi események, amikor az a nagy villámcsapás itt a környéken megtörtént, és ugye egy tévé tönkrement, meg egy modem, tehát áramszünet. Tehát vigyázzunk, az akkori gondolkodásom szerint, tehát akkor útnak indultam, soha többé nem indulnék útnak abban az esetben, hogyha vihar van. Még akkor sem, hogyha munkába kell menni, akkor sem, hogyha mit tudom én, iskolába kell menni, hogyha épp vihar van, de éppen ezért tájékozódok, időjárás meg minden, hogyha tudom, hogy vihar lesz, akkor direkt annyival előrébb megyek. Igen, még azt hozzátenném, hogy amúgy autóban, tömegközlekedési eszközöken, ilyen helyeken általában, ilyen helyeken is elvileg biztonságban vagyunk. Tehát, hogyha odáig eljutunk. De például ezt a munkáltatóknak is meg kell érteni, hogyha vihar van. Mert az konkrétan én szerintem egyfajta életveszélyes dolog. Most ha ezt gondolok, hogyha viharban közlekedik az ember, igenis egy életveszélyes dolog, ezt meg kell érteni. Hogy meg kell várni, amíg vihar van, és nem, tehát, hogy ilyené nem panaszkodhat a főnök. Jó, hát hogyha kocsi van, akkor könnyebb, csak hogyha valakinek nincs. És mondjuk gyalogolnia kell, vagy el kell jutni az állomásig, ezt meg kell, hogy értse, hogy az életét azért, persze fontos dolog a munka, illetve egy fontos kötelezettség az ember életében, de azért az életét kockáztatni, azt gondolom, hogy nem kéne. Mert veszélyes ez a dolog, én azt gondolom. Veszélyesebb, mint azt sokan kezelik. Én nagyon sok, túl sok könnyelmű embert látok, és még valami eszembe jutott, viharban az ablakot tessék becsukni. Az is egy veszélyforrás, és tessék távol maradni az ablaktól, ezt is leírja a szakirodalom, amit olvastam. Ez is egyfajta veszélyesebb, problémás dolog, hogyha nyitva van, bár nincs köze a villámhoz, ha elméletileg, ha nyitva van, de jobb a békesség, én azt mondom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jogos fóbia, és jobb az elővigyázatosság. Jobb az elővigyázatosság. Nagyjából körbeálltam a témát, még annyit szeretnék elmondani, hogy júniusban volt egy olyan esetem, hogy nagyon megijedtem a villámtól, és még itthon, a saját lakásomban, ez éjszaka volt, ráadásul még vizsgaidőszak volt, de abba is hagytam a tanulást, és reggel folytattam, mert egyszerűen nem mertem semmit csinálni, még úgy is
félelmet éreztem, hogy így össze voltam kuporodva az ágyamban, és még így is vert a szívem hevesen, és izgultam, és szorongtam. Szóval nálam ez már kicsit talán kóros, ugyanakkor jogos és észszerű, tehát ez egy abszolút jogos fóbia. Tehát jogos a félelem, ne félj, tehát jobb félni, mint megijedni. Ez így van, ez pontosan erről van szó. Körbejártuk azt gondolom a témát, mindenki tessék vigyázni, vigyázzunk magunkra, hamarosan vége a nyárnak. Én nem nyárellenes vagyok, én csak viharellenes, és megszűnnek ezek a szörnyű természeti elemi csapások, és talán az eső veszi majd át a főszerepet. Egy kis csendes, békés eső, azt gondolom, hogy az teljesen rendben van. Köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el, hogy számomra a nő az élet habos tortája. Sziasztok!